Ez jól is jön be, és ott a gól. Megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia, méghozzá az előre húzódó golla a gólszerző. 0-1 tehát, és most nem mindegy, hogy az most szabadrúgás volt-e vagy sem, de Karakó megítélte, és nagyon szépen kanyarodott a védők mögé, de a védőktől el a labda. Emlékezhetünk rá, hogy Fehérvárott szöglet után kapott gólt a Ferencváros, itt pedig most egy szabadrugás után. Maé nem találja el, Batiknak még egy picit hosszú. Érkezik azonban golla. Vingó. Ovosu, gyorsabb, mint Stronati. Ovosu egyből középre, Lisztes veszi le a labdát, még megigazítja, és aztán mellé megy. Ramirezhez tette ki, Ramirez, betömörül a Puskás. Ben Romnán egy átlövéssel mellé. Levi Kóli a földön. Slagfer, megint teljesen üres a jobb oldal. Ramirez nagyon-nagyon lemarad. Ebből nagy helyzet lehet így. Plüsek, annyira nagy helyzet, hogy gól. Korbu előkészít, Plüsek pedig beemeli Dibusz hálójába a labdát. 0-2. Már egy fél perccel ezt megelőzően is ott tátongott a jobb oldal, akkor nem arra vitte a támadást a Puskás Akadémia. Most igen, itt lehet látni, hogy Ramirez hát egy jó 10-15 méteres lemaradásban. Knuster odaér ugyan az egyik emberre, de a másikra már nem tud senki sem odalépni. Plüsek pedig nem lő nagy gólt, hanem szépen benyesi azt a hosszú sarokba. Barát nem tud blokkolni, Dibusz nem tud védeni. Maé mellett is elmegy. Knuster, Ben Ramdan, Barátnak. Barát messziről, megpattan a labda. És belép még Barát elé is. Slagfer, blokkolják a lövését elsőre. Jön Plüsek, Dibusz. 52. perc, Abufani. Varga fejjel, Markek. Maé, Póli tombol, hogy nem kapott szabadrugást. Varga, ez is mehet tovább. Ben Romdan, Póli indul be. Póli és Sziszé, Póli megtolja még. Sarokkal vissza, ott lehet a helyzet. Na lesz-e lövés? Igen, megpattan, mellé. Varga, Lisztes. Lisztes cselezget, elveszíti aztán a labdát, Favorov. Favorov kapja meg. Dibusznak kellett egy nagyot védenie. Perdült föl. Jön a szöglet. És Varga lő fölé. Plüsek megy is. Sziszé behátrál, várja Maét. Plüsek lőhet szabadon. Jelzett ráadásban volt csere is például. Ben Romdan. Makrekis. Traoré. Még egy nekirugaszkodás. Traoré bal lábára teszi, aztán a jobbra. Traoré adja be. Ott lehet a lehetőség még. Lisztes lő, gól! Szépít a Ferencváros, de a 95. percben kísérteties a hasonlóság a márciusi mérkőzéshez képest. Jön egy FTC gól, de túl későn. Lisztes minden esetre a Fehérvár után a Puskás Akadémia hálójába is betalál. Második gólja ez a bajnokságban. Szépen passzolta be. Varga készítette elő a gólt. És Máté Csaba még mutatja, hogy